Mindjárt bemutatjuk önöknek Töhötömöt, a segítőtársat, aki, vagy pontosabban ami, gyökeresen megváltoztatta egy asszony életét, aki nyaktól lefelé szinte teljesen béna, szklerózis multiplexben szenved. Három fiatal informatikus diplomamunkaként kifejlesztett neki egy rendszert, Töhötömöt. Így már nem kell mindenhez segítséget kérnie, az asszony azt mondja, újra kinyílt előtte a világ. Serdült Szilvia mutatja meg, hogyan működik a gyakorlatban Töhötöm. Mondta pontos időt. A pontos idő 10 óra 47 perc. Márta 30 éve él betegségével, szklerózis multiplex. Most arra már csak a fejét tudja mozgatni. Hívd a nővét. De ez elég ahhoz, hogy egyedül hívjon segítséget, ha kell. A vészhívás megtörtént. Vagy épp önállóan kapcsoljon tévét, rádiót, lámpát, igazgassa az ágyát. És hogy ez így van, az három egyetemista fiatalnak köszönhető, és az általuk kifejlesztett rendszernek, hivatalos nevén beszédfelismeréssel működő beavatkozó rendszer, de Márta szerint csak Töhötöm. Én mindent elnevezek, de a Töhötöm az rögtön Töhötöm volt egy pillanat alatt. Egy számítógép és hozzá rádiós modulok. Márta az állával lenyomja a kart és kiadja az utasítást. Indítsd a rádiót. Rádió elindítva. És már szól is az internetes rádió. Az a kar, az meg ide-oda forgatható, tehát vagy ülve, vagy fekve is. Igen, éjjel fekve az állam alá teszik a Töhötöm karját, és egész éjjel tudok mindent csinálni. Indítsd a Skype-ot. Skype elindítva. Márta most végre újra beszél mindenkivel, még azokkal a külföldi barátaival is, akikkel 30 éve nem találkozott. Azt mondja, most bótolja a kiesett időt. Következő partner. A Töhötöm a legjobb barátom. Munkatárs. Nem munkatárs, az életem része. Az Óbudai Egyetem informatikai kara. Itt tanít Kutor László. Hogy nagyon tehetséges fiatalok, akik mellesleg a mobil szakirányra jártak, megkerestek, hogy valami nagyon nagy feladatot szeretnének végrehajtani, valami nagyon szépet, hogy nincs valami nagyon nehéz, olyan feladat, ami több emberes, amin ők hosszú ideig jó ki tudnák dolgozni magukat. A tanár úrnak pedig épp volt egy ilyen a tarsójában, az egyik fiatal pedig Gáspár volt, két barátjával két nyáron át dolgoztak a rendszeren. Először tudományos diákköri munkának indult, aztán diplomamunka lett belőle, ma már mindhárman dolgoznak, a stafétát pedig Gabi vette át tőlük. Kapcsold a tévét. Ebben a dobozban van benne maga ez egy hasonló készülék? Igen. Tehát amikor kiadja Márta a parancsot a számítógépnek, akkor egy rádiós csippen fogja ezt a jelet, és egy távirányító hozzá kapcsoltunk ehhez a rendszerhez, ami a tévének kiadja a jelet, amit éppen szeretnénk, hangerőcsökkentés, csatornaváltás, késbekapcsolást. Emeld a fejem. Én nekem annyit számít ez a Töhötöm, hogy más a komfort érzetem, egészen másképp érzem magam. Ugye, mert nagyon sok kötöttségem van, hát abszolút le vagyok láncolva, de ha Töhötömmel, meg az iPhone-ommal nem. Kinyílt a világ. De a fejlesztés nem állhat meg, csak Gáspárék helyett most már Gabi segít Mártának. Ő a doktoriára készült Töhötömmel, és már tovább is fejlesztette a rendszert. Távolról is tud segíteni, egy számítógépről az íróasztalától, vagy akár a buszról a telefonjáról. Élmény az, hogy tényleg számít a munkánk, és nem csak olyan szinten, hogy mint ahogy egy mobil alkalmazást valaki letölt, használja egy hétig, aztán kidobja, hanem igazán értékes, és igazán szeretik. De Mártának már nem csak Töhötöme van, hanem koronája is egy műujjal. Igen, ez elsőre valóban furcsán hangzik, de nézzük. Először is tartozik hozzá egy kottatartó, amit a boltba lehet kapni, csak ehhez hozzá kell idomítani magához a kerekesszékhez. A kottatartóba egy táblagép kerül, és jöhet a korona. Egy koronát kellett építeni, egy koronát, amit ő a fejére föltesz. Az egész úgy kezdődött, hogy Márta olvasni akart. A táblagépen egyetlen ujjal is lehet lapozni. Márta viszont csak a fejét tudja mozgatni.
Hát kellett csinálni egy műújat. Egy olyan műújat, amivel, hogyha ezt így megérintem, akkor ezzel a műújjal tud előre-hátra lépegetni. Csak hát ez nem lehet ilyen rövid, úgyhogy kellett lenne egy hosszabb műújat csinálni, amit ő neki a fejére kellett szerelni. Úgy kezdem a napot, hogy újságot olvasok. Addig megy mondjuk a bajai középiskolának a rádiója, zenét hallgatok. Vagyis azóta Mártának pont úgy indul a napja, mint bárki másnak, és úgy is folytatódik. Napi tévéműsort megnézem, az esti a fontos. Aztán megnézem az időjárást. Aztán jöhet egy kis közösségi élet az interneten. Levelek jöttek-e, gondolom? Általában mindig jönnek, és én mindent mehetsz hozzászólok meg. Szóval élénk életet élek. Jó napot kívánok, nagyon örülök, hogy megjöttek. A szöveget lediktálja, majd kivágja, beilleszti, és már mehet is a levél vagy a hozzászólás. Én nem beteg vagyok, mert 30 éve vagyok SMS ember. Ember vagyok én. Ápolni is kell néha, de azért nem arra használom, hogy ápoljanak, hanem hogy amennyit csak tudok, éljek, kihasználjak az életből. És Mártának ebben segítettek a fiatalok. Igaz, Töhötöme még csak neki van egyedül. A rendszerből ugyan készült még egy az Uzsoki Kórháznak, ahol bárki megnézheti, de egyelőre ez még nem kapható. De a diákok azt mondják, még korán sem végeztek. Az egyetemen, a laborban, azóta is ezen dolgoznak a szabadidejükben.